Az Amerikai Egyesült Államokban készült egy felmérés. 13 évig tartott. Az eredeti cél az volt, hogy megtudják, milyen arányban van jelen a két nagy politikai erő az amerikai társadalomban. Az eredmény megdöbbentette a kutatókat. Egy eddig ismeretlen 50 milliós ember tömeget találtak. A tudósok kulturális kreatívoknak nevezték el őket. Az Európai Unióban 100 millióra tehető a számuk. Ezek az emberek szabadon akarnak élni. Elutasítják a jelenlegi hatalmi struktúrákat, tudatosságuk folyamatosan nő, és egy új gondolkodás és viselkedés formát alakítanak ki. A hatalom által ellenőrzött sajtóban tilos róluk beszélni. Ami közös bennük, hogy azt hiszik, egyedül vannak. Kétezer év végén az Amerikai Egyesült Államokban megjelent egy könyv, aminek az a címe magyarra fordítva, hogy 50 millió ember, aki megváltoztatja a világot. Ez egy rendkívül találó cím egyébként, hogy egyrészt utal arra a fantasztikus, a meglepő dologra, amit addig mindenki, aki tudta, tagadott, hogy 50 millió ember olyan másképp gondolkodó ember él az Egyesült Államokban, aki ezt a mai formát és a hatalomnak és a közösségeknek ezt a mai formáját elveti. Ez a szövegnek az egyik fele, a címnek az egyik fele. A másik fele ugye meg arra utal, hogy ezek az emberek másképp akarnak élni, mint ahogy eddig éltek. Azaz, ezek az emberek meg fogják változtatni a világot azáltal, hogy ők ezekről a dolgokról másképp gondolkodnak. Ebben a műben az a két kutató, aki több mint 10 éven keresztül felméréseket végezt, és jóval 100 000 fölötti embert kérdeztek ki, és több száz csoportot hoztak létre, és ebben kutatták az amerikai embereknek a gondolkodását. Ebben a műben ez a két kutató egy nagyon érdekes tulajdonságot emelt ki első helyen, mégpedig azt, hogy ez az 50 millió ember, ez mindegyik úgy érzi, hogy egyedül van. Az első helyen volt az, hogy úgy gondolják, hogy ő másképp gondolkodik, mint a megszokott tömeg, vagy mint a többség, de ugyanakkor úgy érzi, hogy ő csak egyedül van, ezért aztán már a szomszédjának sem mer erről a dologról beszélni, mégben a családban sem nagyon meri elmondani, és azáltal, hogy ez a könyv megjelent, egyszer csak kiderült, hogy 50 millió magányos ember él pillanatnyilag a Földön, aki mindazt, ahogy Európában, még ehhez még jön kb. 70 millió, tehát jóval 100 millió felett van azoknak az embereknek a száma, aki egyedül érzi magát, de semmiképpen nem szeretné ezt a rendszert tovább így ebben a formában fenntartani. Pont azért, mert ilyen rendkívül nagy tömegben vannak, ezért ez a két kutató el is nevezte ezt az embercsoportot, és a kulturális kreatívok nevet adta nekik. Amiről természetesen gondolom, leszámítva azokat, akik ezt a tanulmányt olvasták, nagyon kevesen hallottak. Ami tulajdonképpen érthető is, hiszen ha a média elkezdene arról beszélni, hogy 120, 130 vagy 150 millió ember szeretne másképp élni, val más értékeket, és más morális alapállás szerint kívánja élni az életét, akkor egyszer csak kiderülne, hogy hát, ha ilyen sokan vagyunk, akkor egy pillanat alatt el lehetne söpörni ezt a jelenlegi hatalmat, és az emberek a saját kezükbe vehetnék az életüknek az irányítását. Így aztán érthető módon el is hallgatta minden média ennek a tanulmánynak a megjelenését, annak ellenére, hogy azért az interneten, ahogy ez szokott lenni, ugye ez a hír azért tovább terjedt, és azért egyre jobban kezdenek az emberek rájönni arra, hogy nem egyedül vagyunk, hanem sokan vagyunk, és ezzel valami újat tudunk csinálni. Ha a Földön nagy számban hasonló tudatosságú emberek jelennek meg, az a többi ember tudatosságára is kihatással van. Meglepően kevés számú ember kell ahhoz, hogy egy tudatosságváltás meginduljon. A Stanford Egyetemnek az egyik kutatása, amelyiknek a lényege az, hogy az embereknek az 5%-a már képes a
más gondolkodásával a többi embernek a gondolkodását is megváltoztatni, azaz így átbillenteni az egész közösségnek a gondolkodását. Ezt kicsiben egyébként vállalkozók maguk is jól megtapasztalják, amikor egy vállalatban 2-3 negatív gondolkodású és abszolút negatív beállítottságú, kreativitását pusztító dolgokra használó ember van jelen, hogy az a 3-4 ember akár az egész vállalatot tönkre tudja tenni. De ez ugyanígy van pozitív esetekben is, hogy képesek az emberek kis csoportjai is az embereknek, az egész nagy tömegeknek a gondolkodását megváltoztatni. Hát ez történt például a környezetvédelem esetén is. Ugye a 60-as években ilyen elszigetelt kis csoportok, egyszerű emberek voltak, akik csak úgy oda kötözték magukat egy fához, vagy küzdöttek azért, hogy egy erőművet vagy valamit ne tudjanak beindítani. Aztán utána most meg azt tapasztaljuk, hogy az ezredfordulóra már mindenki így gondolkodik, és teljesen természetes dolog az, hogy a környezetet védeni kell, és hogy ez ellen ma már nem mer senki sem beszélni. De egy óriási különbség van a környezetvédelmi gondolkodás és a kulturális kreatívok által képviselt gondolkodásban, mégpedig az, hogy annak idején azok az emberek szorosan összekapcsolódtak egymással, sőt a média is felkapta ezt az egészet, és ha megnézzük, akkor az újságok állandóan arról cikkeztek, hogy ilyen kis embercsoportok vannak, és aztán ezekhez viszonylag könnyen lehetett csatlakozni, gyorsan meg lehetett találni őket. Viszont ma az interneten kívül nem nagyon hallani kulturális kreatívokról. Tehát a média az tulajdonképpen mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek az emberek ne találjanak egymásra. A NATO tartott valami konferenciát, nem is tudom, hogy hol, teljesen mindegy, Reykjavikban vagy valahol, ahol tüntetők jöttek. És a biztonsági parancsnok tette egy olyan nyilatkozatot, hogy nem tud mit kezdeni ezekkel az emberekkel. Mert ezek csak úgy jönnek, se főnökségük, se központjuk nincs. Hát egyszerűen nem tud velük mit kezdeni, ezek teljesen különálló egységek, ugyanazért a célért összegyűltek, aztán szétszélednek. Tehát egy iszonyatos erő, és méghozzá egy olyan szegmentált erő, akik egymáson nem tudnak. Mert nem ők nem akarnak erőbe szerveződni, ők csak valamiért küzdenek. Elkezdenek szerveződni, összekapcsolódni az emberek, mert az a fajta politika, vagy manipulálás, hogy az embereket szétválasztjuk külön-külön, hogy nehogy összeálljanak egymással, és féljenek egymástól, és stb., ami ugye a médiából sugárzik ránk. Most ezen túlléptek az emberek, és észreveszik mostanában, hogy a szomszéd is, a munkahelyen is mindenki hasonlóan kezd el gondolkodni a dolgokról. Azt állítom és azt mondom, hogy ezek a kulturális kreatívok még annak ellenére, hogy ezt így ebben a formában, ahogy én most mondom, nem mondták ki, de minden tulajdonságukkal, elvárásukkal és az élethez való viszonyulásokkal tulajdonképpen arra születtek meg, és abba az irányba gondolkodnak, hogy egy új fajta emberséges, szociális formát, egy új társadalmi rendszert hozzanak létre. Ezekben a kezdeményezésekben és megalakuló közösségekben nem is próbálnak meg valamilyen hierarchiát fölépíteni olyan szinten, mint ami itt a pártoknál, meg más társadalmi szervezetekben van, hanem megpróbálnak együttműködni. Már annyit tapasztalta meg a lakosság, hogy nem működik, hogy nyitottak arra, hogy akkor hogyan tud ez működni, és nyitottak egymásra. Ki tud alakulni ebből a fajta együttműködésből egy olyan vezetői réteg, aki szolgál, aki nem a saját klientúrát vagy a saját pecsegyét sütögeti, hanem a társadalomért dolgozik, és elszámoltatható, és addig van ott, ameddig végzi a munkáját megfelelő szinten. Most úgy globálisan mindenféle szempontból egy kulturális forradalomban vagyunk, ami nagyon izgalmas, ami egyrészt azt éljük meg, hogy áldozatok vannak, másrészt meg azt éljük, hogy egy születés folyamatában vagyunk. Kezdjük megérteni az életet, kezdjük felismerni az életet, mert eddig volt egy világ, volt egy gondolkodásmód, ami azt közvetítette felénk, hogy valahol az élet arról szól, hogy egy stabil, egy biztonságos, egy változatlanság. Én ugye nagyon sokat találkozom emberekkel, nagyon sok emberrel beszélek, és mindig megkérdezem őket, hogy mit gondolnak arról, ami most a világban történik. Nem csak abból a szempontból, hogy mit látnak a szemükkel, meg mit hallanak a fülükkel, hanem hogy belülről mit éreznek. Tehát ilyen nagyon mély belső érzésekkel, zsigeri szinten, álmok szintjén, hogy,
hogy mit gondolnak, hogy mi zajlik mindazok mögött, amit a szemünkkel láthatunk. És nagyon érdekes válaszokat adnak az emberek, és egyre jobban összecsengenek ezek a válaszok, amit adnak. Akikkel legalábbis én beszéltem az elmúlt 10 év során, mert ugye 10 éve foglalkozom ezzel a témával, azok egyértelműen érzik azt, hogy itt valami nagyon nagy változás van, és nem a világban odakint, hanem az emberekben, a lelkükben, szellemükben, tudatukban, egész lényükben van az átalakulás. És ez egy lassú folyamat, tehát hogy nem egyik napról a másikra, hanem a lassúságot úgy értem, hogy mondjuk 10-15-20 év alatt. Ami, hogyha az emberiség történelmét tekintjük, akkor egy ugrás, ugye egy kvantumugrás, mondhatjuk úgy. Érzik azt, hogy valami régi dolog, amiben eddig éltünk, amiben eddig gondolkodtunk, az lehanyatlóban van és megszűnőben van, és valami nagyon új dolog pedig kialakulóban van. És ez a valami, amit nem nagyon tudnak megfogalmazni, csak éreznek, ez az emberi viselkedésen nyugszik tulajdonképpen, hogy bizonyos helyzetekre hogyan reagálnak az emberek, hogyan cselekszenek, hogyan beszélnek, mit terveznek, milyen irányba vezetik az életüket gyakorlatilag. Társadalom kutatóként vagy elemzőként az érdekelt, hogy a társadalom hogyan képes a változásra. Tehát hogyan megy végbe az igazi társadalmi változás, nem az, hogy véres forradalmak mit kényszerítenek rá mondjuk, vagy diktatúrák, egy társadalom, hogy a társadalom magától hogyan változik meg. És itt nagyon sokféle elgondolás van, nagyon sokan azt gondolják, hogy nem tud megváltozni, hanem vannak pályák, és azok a pályákon löki őt előre a gazdasági, politikai, meg egyéb kényszer. Van, aki azt gondolja, hogy nagyon sok függ az értékrendünktől, az értékrendszerünktől, ami változhat és változtatható. Itt egy nagyon nagy vita van. Az értékszociológusok azt gondolják, hogy ez a legfontosabb. Tehát a vulgár marxista tézis eszemben, miszerint a lét határozza meg a tudatot, inkább az ellenkezőjéig a tudat határozza meg a létet. Egyre többen gondolkoznak azon, hogy az a viselkedés és gondolkodásmód, amit a kapitalizmusnak ez a mostani válfaja képvisel, ez hogyan alakítható át, ezt tudnunk kell, hogy mik a gyökerei. Ugye hát egy 500 éves történetről van szó, nagyjából akkor jött létre ez a típusú kapitalizmus, amiben vagyunk, aminek az egyetlen célja, vagy a fő mozgatója a profit motívum, ami önmagáért való nyerészkedés. És ami gyakorlatilag oda vezetett, hogy elsöpört az útjából majdnem minden akadályt, bekebelezett egy csomó szűz területet, tehát gyakorlatilag alig van már, amit meghódíthat, és majdnem mindenki és minden áruvá vált. Mert mondhatjuk azt, hogy ennek megvannak akkor az aszimptótái, ez már tovább nem sokáig mehet. De közben ugye ökológiailag is tönkretette azt a környezetet, amiben élünk, és ez egészen mély felismerésekre vezet nagyon sokakat. Tehát nem ideológiai alapon, nem azért, mert mondjuk létre akarnak hozni egy szocialista világrendet a kapitalista helyett, hanem környezeti szempontból azt mondják, hogy nem szabad így élnünk és fogyasztanunk és gondolkodnunk, nem szabad tovább rablógazdálkodást folytatni, pazarlóan élni, olyan termékeket vásárolni, amiket aztán eldobunk és amik nem lehet újra hasznosítani. Tehát nem szabad a rombolást folytatni, tessék máshogyan viselkedni. A mai embernek a feladat az, hogy tudomásul vegye, hogy nem fogja ajándékba kapni senkitől azt az új formát, amiben élni kell. Neki magának kell alulról ezt a dolgot kiküzdenie, és ha ezt megtette, akkor olyan lesz. Ha nem tesszük meg, nehogy Isten elbukunk, akkor sajnos tudomásul kell vennünk, hogy nem voltunk elég tudatosak, nem voltunk elég erősek ahhoz, hogy azt a rendszert, amiben emberként tudunk élni, saját magunk létrehozzuk. Ez egy olyan új rendszer, ami mint rendszer új lenne, de az elméleti alapjai már nagyon régóta, több mint 200 éve léteznek a Földön, mert a francia forradalomban 1789-ben, annak idején a forradalmárok elmondtak egy hármas jelszót, ami akkor nagyon megfogta a világot, és azóta is minden ember, amikor meghallja, akkor a lelkében valamilyen tűz gyullad ki, és azt mondja, hogy igen, ez az. A probléma az mindössze csak az, hogy ezt a hármas jelszót, ezt nem tudtuk megvalósítani igazán. Most jött el az ideje annak, hogy megértsük, hogy ezek az emberek,
ezt a hármas jelszót miért így ebben a formában mondták el, és hogy ez tulajdonképpen mit is jelent az ember által létrehozott szociális formák vagy társadalmi formák szempontjából. Ugye a francia forradalomban a jelszó az úgy hangzott, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Ez három minőség, és az ember a lelke mélyén, amikor ezt hallja, akkor mindig érzi, hogy ez egy egészséges társadalomnak a három minősége. Igazán a kapaszkodó ahhoz hiányzott, hogy hol, hogyan vagy milyen formában valósítsam én meg ezt a három minőséget. Hogy lehet három dolgot egyszerre egy időben megvalósítani egy társadalmi formában. És mára viszont, ahogy az embernek a tudatossága előre haladt, azt mondom, hogy elérkezett az idő ahhoz, hogy az ember megértse azt, hogy hogy lehet ezt a három formát, vagy ezt a három minőséget megfelelő helyen alkalmazni. A társadalmi formáknak, vagy az ember által létrehozott szociális formáknak ez egyfajta hármas felosztására utal ez a három jelszó. Ez a hármasság, ami bennünk van, megjelenik az emberi közösségben, a társadalmakban is. Így épül fel egy emberi társadalom. Ezek szerint a társadalomnak is van egy szellemi élete, van egy érzelmi, szociális, úgynevezett lelki élete, és van egy fizikai, akarati, ha úgy tetszik, gazdasági élete. És ezek a dolgok ugyanúgy, mint az emberi szervezetben a szervek, nem különülnek el egymástól, ezek összefüggnek. Érdekes lenne, hogyha mondjuk a tüdő azt mondaná egyik nap, hogy kérem szépen, én vezetem az emberi szervezetet, mi történne? Túlsúlyba kerülne valami, aminek nem ez a dolga, az ember meghalna. Ezt teljesen természetesnek vesszük, de azt nem vesszük természetesen, a társadalomban ugyanez történik. Hogyha valamelyik rész, valamelyik tagozat a hangsúlyát túldimenzionálja, tehát ráhelyezi magát, fölé helyezi magát a többinek, abban a pillanatban a társadalom megbetegszik, ugyanúgy, mint az ember. Meg kell próbálnunk visszaállítani ezt az egyensúlyt. A kulturális kreatívok akár tudják ezt, akár nem, ebben az irányban szeretnének haladni. A válság tulajdonképpen azt hozza, hogy hát egyrészt ugye kreált a gazdasági élet egy óriási buborékot hiteleken keresztül, egy olyan buborékot, ami nem realitás. A pénz már teljesen elkülönült az árutól, meg a munkától, teljesen önálló életet él, pénzből pénzt csinálnak, a valuta árfolyamok, egymás közötti elszámolás, ezek már olyan dolgok, amik a hétköznapi ember fogalmától teljesen elszakadtak. Egyszerűen követhetetlen, hogy mit és hogyan csinál egy jegybank, egy nemzeti bank, egy bármelyik kereskedelmi bank, hogy az én valutám, az én hitelem, az most épp mennyit ér meg, hol van ez, gyakorlatilag követhetetlen. Minden, mintha egy jól szervezett, akár világgazdasági központnak az irányítás alatt lett volna most, anélkül, hogy bármiféle ilyen összeesküvés elméletet kreálnék. De teljesen világos, hogy ez bizonyos kezekben, ez a pénz, ez úgy mozog, ahogy ők akarják. Az, hogy akár Magyarországra gondolok, hogy csak az adósság állománya mekkora és percenként nő, és ez hogy befolyásolja egy ilyen minősítő intézet, hogy ő azt mondja, hogy mostantól kezdve leértékeli, vagy leminősíti az országot, és innentől kezdve az adósság állomány az megint elszalad. A magyar államnak, a Magyar Nemzeti Banknak soha nem volt ekkora tartaléka, mint most. És mégis a vállalkozások nem kapnak hitelt, nem jutnak a forrásokhoz, illetve olyan feltételekkel jutnak forrásokhoz, ami effektíve kitermelhetetlen. Azt látjuk, hogy van egyszer egyfajta pénzbőség bizonyos kezekben, és hihetetlenül nagy pénzhiány a gazdaságban. Ez az élet innen folytatható tovább. A Magyarországon is látjuk, nagyon közel vagyunk ehhez a tűzhöz, hogy mind a gazdasági élet, mind a mezőgazdaság gyakorlatilag valami más, akár nyugat-európai hatalmakat szolgál. Más érdekek vannak jelen, mint a magyar ember érdeke. Ugye a GDP-t nézzük, ami azt mutatja, hogy még már ugye most már ez is csökken és átmegy negatívba, de hogy a GDP az még mindig nem a GMP. A kettő között ugye az a különbség, hogy a GDP az az országban megtermelt profit, a GMP pedig a magyar vállalkozások által megtermelt profit. És pontosan tudjuk, hogy ez jóval-jóval kevesebb, mint a GDP, hiszen a multinacionális vállalatok nagy részt vállalnak ebből a profit megtermelésből, de ez a profit nem marad itt, ez kimegy.
gazdasági területen nyilvánvalóan valahogy az embernek, a testvériségnek az elvét kellene megvalósítani, és talán amikor így közösségekben erről beszélünk, itt van a legtöbb félreértés, vagy a legtöbb probléma, hogy hogy lehetek én a gazdaságban olyan, hogy ezt az elvet megvalósítsam. És ilyenkor mindig arra szoktam felhívni a figyelmet, vagy azt a kérdést szoktam föltenni, hogy mit tanítanak egy menedzser tréningen, amikor arról beszélnek, hogy hogy lehet sikeres egy vállalkozás. Ugye? Azt tanítják, hogy csak win-win, vagyis nyertes-nyertes helyzetekben tud egy vállalkozás sikeres lenni, ami más szavakra lefordítva gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak akkor lehetek én sikeres, hogyha a másik is sikeresnek érzi magát, azaz nem okozok kárt az engem körülvevő világnak, sem az üzlettársaimnak, sem a természetnek, sem másik embernek. Azaz csak olyan dolgokat cselekszem meg, amitől a világnak jobb lesz, és az embernek is jobb lesz. És végül is semmi más a testvériség, mint ennek az elvnek egy szóban való, egy való összefoglalása és összefogása. A Tisza völgyében rengeteg gazda él, létrehoztak egy szövetséget, közgazdászokkal, agrárszakemberekkel, tehát városi emberekkel együttműködve, és elkezdtek egy saját közvetlen kereskedelmi feldolgozó és értékesítési hálózatot kiépíteni, ami most az országban, városokban, itt Budapesten több helyen is heti piacokat jelent, ahova a termelők fölhozzák a biológiailag ellenőrzött módon termelt javaikat, amik a közvetítő kereskedelem hasznát nem tartalmazzák, tehát jóval alacsonyabb áron egészséges élelmiszerekhez lehet hozzájutni itt a városban. És hát ebben a rendszerben persze nagyon sok irányban van fejlődési lehetőség, hogy azokat a bürokratikus akadályokat, amit az Európai Unió kényszerít a gazdákra, ezt kivédjük vagy elkerüljük. Az ökológiai gazdálkodás az nem kilóra, tonnára működik, hanem arról szól, hogy a természet rendjét felismerve, a természet adottságait kihasználva összegyűjtjük mindazokat az energiákat, amelyek a univerzumból érkeznek a Földre. Mondok egy példát. Megjelennek olyan nyomelemek az ökológiai gazdálkodásba, amelyek a talajba kimutathatatlanok. Azok az emberek, akik nem biztos, hogy nagy pénzzel ide a biopiacra vásárlóként kijönnek, kapnak a megvásárolt mezőgazdasági terméken túl olyan energiákat, ami úgymond fölülemeli őket ezen az adott pénzügyi gondon. Nagyon érdekes példa, hogy amikor csináltam ezeket az interjúkat a nagyon híres multiknál, az IBM-nél voltam azt hiszem, és vissza kellett mennem másik interjúra, és az egyik menedzser, akivel előző nap beszélgettem, az éppen ráért, és ezt vártam, és beszélgettünk el a kitörő válságról. Ő kezdte magától mondani, hogy de jó, hogy van egy kis földje, egy IBM-es top menedzser, hogy ott kapálni fog, önellátó lesz. Mindenkiben van egy ilyen, szerintem egy ilyen jó értelmet atavisztikus ösztön, vagy egy ilyen biológiai közelség, vagy egy ilyen természetközeli hozzáállás. Azt gondolom, hogy nem lesz ez olyan nehéz, tehát hogy az ember tudják, hogy mi az, ami természetes és normális. Én hiszek abban, hogy ennek a mostani állapotnak van egy zöld alternatíva, ezt ugye nagyon sokan mondják Amerikában is, és Európában is, a Green Deal, a Green New Deal, a zöld új deal, ami egy nagy közhely, egy nagy szlogen most, de aminek megtölthető tartalommal. Azt hiszem, ami az önellátáshoz, az önerőre támaszkodáshoz, a szomszédságok és a kisebb hálózatok
együttműködéséhez is kapcsolható, és ez az előbbiekben kifejtett hálózatosodásnak, alulról jövő hálózatosodásnak az egyik elágazása lehet, az egyik eredménye lehet. A krízis az tényleg egy óriási lehetőség most az emberiség számára arra, hogy az emberek, ezek a kulturális kreatívok a saját kezükbe vegyék a saját életüket, és elkezdjék azokat az új szabályokat kidolgozni, amelyekkel majd aztán valamikor, egy pár év múlva, egy évtized múlva majd az új világ elkezdhet működni. Ugye ennek a közösségnek az egyik legnagyobb baja viszont az, hogy pontosan a médiának a súlykolása által abban a tévhitben élnek, vagy azt próbálja a média beléjük súlykolni, hogy egy újfajta kapitalizmussal majd ki lehet lábalni mindabból, amiben pillanatnyilag élünk. Hogy majd a kapitalizmusnak egy kis megreformálásával, vagy az államhatalmának a kicsi megnövelésével el lehet oda jutni, hogy minden rendbe jön, és akkor megint ugyanannyi autót fognak vásárolni az emberek, és ugyanolyan sűrű, mint eddig. Ezzel próbálják őket megnyugtatni. A kulturális kreatívoknak viszont pont ez az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ezt a fogyasztói társadalmat így, ahogy van ebben a formájában, teljesen elvetik. Tehát mondhatnám, hogy is az ő számukra ez visszataszító lenne, hogyha ez a rendszer visszaállna abba a régi formájába, amiben az embereket ilyen buy until you die alapon élő és működő vásárlógépé degradálják le. Ők az életet azt valamilyen komolyabb dolognak ők tekintik, ők úgy érzik, hogy a Földön nekik egy küldetésük van, amit meg kell valósítani, és ezért ezek az emberek nem is örülnének annak, hogy ha valamilyen reforma lesz, a kapitalizmus visszaállna, viszont pont azért, mert a média ugye ezekkel a kérdésekkel egyáltalán nem foglalkozik, ezért igazán nincsen alternatíva ezek előtt az emberek előtt. Valahogy egy kicsit, ha egy példával akarnám ezt említetni, akkor úgy lehet érezni ezt a dolgot, hogy úgy élünk, mint egy rabszolgatartó rendszerben a rabszolgák, amikor beszélgetnek egymással, és úgy gondolják, hogy ő neki csak úgy lehet jobb a helyzete, ha felszabadul a rabszolgássága alól, de az eszébe se jut, hogy a rendszert magát is meg lehetne változtatni, hogy létezik egy rabszolgatartó rendszernél esetleg fejlettebb vagy emberségesebb rendszer is. Ahhoz, hogy valamit megteremtsünk, megszűjünk, ahhoz először egy gondolatnak kell megjelennie bennünk. Ez egy szabad impulzus. Ha valamit szeretnék csinálni, rágondolok, elgondolom, hogy ezt hogy fogom csinálni, vagy mit fogok csinálni. Az is nagyon érdekes, hogy ehhez a gondolathoz valami érzet is kapcsolódik, érzelmi közöm lesz ahhoz, amit gondolok. Magyarul szeretnem kell azt a gondolatot, hogyha meg akarok belőle teremteni valamit. És ez a viszony, ez az emberben egy másik aspektus jelenlétére utal, az érzelmi, a lélek világra. És ezzel a lélek világgal, ezzel a bennem lévő érzelmi aspektussal viszonyulok nem csak magamhoz, a magam gondolataihoz, hanem a világ dolgaihoz és másik élőlényekhez, embertársaimhoz is. A fizikai valónkról hát nem sok szó esett, de hát erről a legkevesebbet kell most beszélnünk, mert ez nyilvánvalóan szemeinkkel, érzékszerveinkkel érzékelhető, a fizikai világban élünk. Tehát így azt mondhatjuk, akár tagadjuk, akár tagadják-e mások, vagy nem, az ember egy hármas egység. És ez a hármas egység megjelenik mindenben, amit az ember a világban alkot. Ez így egészséges, így eleven, ha tetszik, így organikus. A férjem az építőiparban dolgozott, és hát karácsony előtt megszüntették a munkaviszonyát. A kis tartalékainkhoz így hozzányúltunk, így kezdtünk fölélni, aztán pár hónapig semmi nem történt, és akkor már nagyon nagy baj volt. Valami véletlen folytán megnéztem egy dokumentumfilmet, ami arról, Argentináról és Törökországról szólt, és hát nagyon nagy hatása volt rám. És akkor jött megint egy álmatlan éjszaka, de akkor már egy olyan álmatlan éjszaka volt, hogy van megoldás. Tehát akkor már az volt, hogy nem vagyunk elveszve talán. És akkor először is rájöttem arra, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal. Azért ez már egy pici megnyugvást adott. És akkor hirtelen, mint aki így
akkor vesz észre, hogy mi is van körülöttem, elkezdtem gondolkodni, te jó Isten, hát lehet, hogy a közvetlen ismerőseim, barátaim ugyanilyen helyzetben van, és hogy a problémájáról mindenki olyan nehezen beszél. És másnap fogalmaztam egy levelet, amit gondoltam, hogy egy pár embernek el fog küldeni. Konkrétan azt hittem, hogy hozunk létre egy szívességkört. Tehát, hogy csináljunk egy adatbázist, és hogy mindenki gondolkodjon, hogy ki mihez ért, ezt töltsük fel, és azon is gondolkodjon, viszont mire lenne szüksége, milyen szolgáltatásra lenne szüksége, és akkor így nagy valószínűséggel, meg hát remélhetőleg különböző foglalkozású emberek, mint ahogy be is bizonyosodott, jönnek össze, és meg fogja találni mindenki azt, amire szüksége van. Nagyon sokan rájöttek, hogy ha itt egy összeomlás lesz esetleg, akkor kell egy menekülési útvonal, és rengeteg önellátó gazdaság szerveződik, illetve nem is csak önellátó, hanem egymással kooperáló közösségek. Tehát ez az egyik, ami megfigyelhető jelenség. Sokan hagyják el a várost, és keresnek ilyen helyeken lakhelyet maguknak. A másik, ami egy megfigyelhető folyamat, ez a helyi pénzeknek a megjelenése, ami ugyan centrálisan nem oldja meg a pénz problémáját, de legalábbis a gyógyulás irányába mutat, legalábbis az én megítélésem szerint, mivel ezek általában zárt közösségek, amiken belül árucsere zajlik, az áru és szolgáltatások cseréje, ezeket azonban bankszámlapénz formájában egyéni elszámoló számlákon nyilván tartják, tehát tulajdonképpen egy virtuális pénz kering, és ezeknek a köröknek van arra is technikájuk, hogy ebből a körből hogyan lehet kilépni a külső gazdaságba, ahol a hivatalos pénz forog. Tehát ez a helyi pénzek rendszere, ez eléggé terjed, és ez is egyfajta önvédelmi rendszer. Mivel itt a pénz, mint olyan, mint egy csereeszköz, egyre kevesebb van a forgalomban, milyen megoldás lehetne arra, hogy tehát valahogy azért éljünk, úgy, ahogy szeretnénk, azok bizonyos szolgáltatásokhoz hozzá tudjunk jutni, de úgy, hogy a pénz nincs közötte, tehát nem azt fogja meghatározni, hanem megnézzük azt, hogy ki mihez ért, ki, hát mindenkinek van két keze, tehát mindenki ért valamihez, és akkor cserélgessük el így a tudásunkat. Tehát, és akkor kiderült, hogy van, aki villanyszereléshez ért, van, aki masszírozni tud, van, aki kötni tud, van, aki gazdálkodik, és házi terményei vannak. És az ilyen pici gondolatból lett egy nagyon jó dolog, én úgy gondolom. Ez az adatbázis szépen elkezdett bővülni. Nagy dolog volt számomra az, hogy megjelent körünkben egy olyan fiatalember is, akinek van egy viszonylag nagy darab termőföldje, és felajánlotta, hogy a közösség művelje meg, és akkor itt indult el az a szál, hogy hát milyen jó lenne saját készítésű terményeinket fogyasztani, és mi lenne, hogyha a közösség egy azért aránylag hasonló ráfordítással, erőráfordítással és időráfordítással előállítanánk a dolgokat, tehát terményeket, és hát azt elosztanánk egymás közt. Konkrétan tudok olyan esetről, hogy valaki régi házából átköltözött az új házába, és ablakot pucoltak, takarítottak, tehát ilyen festés utáni nagy takarítás, meg pakolás, és megjelent két úriember, öltönyösek, és érdeklődtek, ki az a ház, ki a ház tulajdonos, stb., és hogy kik a többiek. És szóval ez nagyon komoly, és tényleg hivatkoztak arra, hogy semmiféle ingyenes munkavégzés nincs még baráti szinten sem. Nincs. Tiltott. Erre van egy paragrafus, ezt leírták valahol.
Egyébként beszéltem éppen tegnap egy jogásszal, illetve ügyvéddel, és amikor elmondtam neki a kezdeményezésünket, rögtön ez volt az első, hogy de ugye tudod, hogy a kalák azt tiltott. Mondom, már tudom. Minden jogrendszernek az alapja, hogy az embereket egyenlő elbánásban kell részesíteni. Minden emberre egyenlően vonatkoznak a megállapodások, a törvények és a döntések, amiket hoz egy közösség. Azaz az egyenlőség az az elv, aminek a jogrendszerben és az emberek egymás közötti kapcsolati rendszerében érvényesülnie kell. A régi struktúrák helyett újakat kell kitalálni, és én nekem ez a mániám, hogy a kutatás, meg az egyetem és az egyetemi képzés, és hát nyilván mindennek a disszeminálása, a szétterjesztése. És itt azt akarom csak mondani, hogy igazából a lehetőségeink korlátlanok, hát nem tudják ezeken a területeken teljesen megkötni a kezünket. Teljesen új típusú egyetemeket kéne csinálni például. Ez is hálózatos elv alapján működhetne, ugye egy diák tanulmány során 4-5 egyetemen is tanulhatna, ha ezek az egyetemek egymással hajlandóak együttműködni és közös diplomát adnak ki, miért ne? Ez folyik. Mi benne vagyunk egy ilyen kísérletben. Például a Bolognai Egyetem csinált egy ilyet, hogy most már 6. országot veszi be. Szentpétervár most csatlakozott hozzá, egy Litván Egyetem van benne, Ljubljana Egyetem, Grác Egyetem, és mi ott Kőszegen és Szombathelyen, és ott a Corvinus Egyetem. A diákok bárhova mehetnek. Feltétel az, hogy az angol mellett még egy kis nyelvet a saját nyelvük is az angol mellett még egy regionális kis nyelvet megtanuljanak. Ez például jó példája annak, hogy milyen irányokban lehet és érdemes menni, és hogy erre ráéreznek a fiatal generációk. Hogy egy egyetem, egy főiskola, de akár egy általános iskola is csak igazán akkor tud jól működni, hogyha a tanároknak, az oktatóknak megadják a szabadságot, a gondolkodásnak a szabadságát. De ugyanez vonatkozik a művészekre is. Ugye egy művész az egy diktatúrában vagy bármilyen kényszer és elnyomás alatt nem tud alkotni. Tehát az biztos, hogy ezeknek az embereknek a szabadság minőségére van szükség ahhoz, hogy a kulturális és a szellemi terület az virágozni tudjon, és tényleg azt hozza, amit adni tud az embernek. Gondolom, hogy már te is, meg sokan találkoztunk olyan emberekkel, akik most már önmaguktól mondják azt, hogy ezt és ezt a közösségért szívesen megcsinálom mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Tehát amit én tudok csinálni, azt odaadom a többieknek, akár felrakom az internetre, akár egy csoportot szervezek, vagy bármit, mert én azt nagyon szívesen megcsinálom többekért, mert én ezt tudom adni, nekem ez a tehetség adatot, ezzel szeretnék hozzájárulni a nagyobb közösség életéhez. Egyre több ilyen ember van. És ez találkoznak ilyen emberek, hogy te ezt tudod hozzáadni, én azt tudom, csináljunk valami jót belőle. És kezdenek ezek szépen kicsirázni. Mert a hasonló gondolkodás alapján ugye egymásra találnak és összeadódnak, sőt, meg sokszorozódnak az erőik. Lehet tudatosan kapcsolatba kerülni a Földdel. Tehát, hogy nem azért kapálok, mert már megint kapálni kell, hanem amikor kapálok, akkor megélem a kapcsolatomat a Földdel. Megélem azt, hogy süt a nap, hogy fúj a szél, hogy esik az eső. Ezek olyan lelki feltöltődést tudnak adni, hogyha az ember nyitott rá, hogy ennél szerintem több nincs. Tehát a technika nem tud ennél többet nyújtani. És azért is tudok erről valamilyen szinten beszélni, mert én elvégeztem egy műszaki egyetemet, tehát van azzal is kapcsolatom. Azt gondoljuk, hogy az ellenség is kívül van, és a megoldás is kívül van. Mutogatunk mindenkire, és egyébként elvárjuk, hogy majd a megoldást ide hozza nekünk. De a megoldás nem fog eljönni. A megoldás az bennünk van. Van bennünk képesség is, és ha van bennünk akarat is, akkor meg tudjuk tenni. De változtatni csak is magunkon tudunk. Lesz majd valahol egy olyan társadalom, akik ebből a rendszerből kilépnek. És akkor kiderül, hogy ezek boldogulnak anélkül, a rendszer nélkül is. És akkor a többiek is utánuk mennek. Valami ilyen látszik kibontakozni. Hát ennek még előtte vagyunk, hogy akkor ez hogy fog megtörténni.